nincs, amit csináljanak, és akkor előkapják a vallást. Most ki a hibás a háborúért, meg a betegségekért? Hát a pápa. Feszítsük fel. Na, gyerek Inga, mondd el, mert te tudod. Mondd meg, mondom, ide figyelj, én ha Istenről akarok, hogy beszéljek, mondom, akkor elmondom a bizonyságomat, de a pápáról nem fogok beszélgetni. Mert nem ismerem, második az nincs, én nem tudok semmit, tehát én nem tartozom se hozzá, sem neki, sem ő nekem, úgyhogy én nincs, amit mondjak róla, mondom, hát ő majd elszámol azzal, amit csinál. Tehát ezzel szembesülhettem a reggel, hogy mindenki utálja a pápát, utálja a vallást, a papokat, mindenfélét. Na jó, oké, ez idáig megvagyunk. De úgy, hogy az előbb az élőben te is elmondtad, senkinek sincs bátorsága, ha már én így érzek a vallásom iránt, és kimerem jelenteni azt, amit érzek, azt, amit gondolok a vallásom iránt, és a vallási szervezeteknek a pásztora iránt, akkor én minek, úgy, hogy az előtte is nem tudom, akkor én minek díszítek karácsonyfát, tehát én miért őrzöm én a vallási kultúrának a hagyományait, én miért viszem keresztelni a gyermekemet, meg első áldozni, meg stb., és utána pedig ocsmárolom a pápát, meg az ézét. Tehát azt se tudom, hogy mit mondanak, érted? Mert Jézus azt mondta, hogy azért, hogyha amit mondanak a vezetők, azt ti tartsátok meg, a többivel meg ne foglalkozzatok, ők majd elszámolnak. Ugye ezt azoknak mondta, akikről látta, hogy erősen, tehát nem mernek, nem készek arra, hogy elhagyják a gyülekezeteket, a templomokat, hát ugye, azt a vallást, amiben vannak, mert azoknak ezt ajánlotta, hogy akkor legalább legyetek tisztességesek, amit mondanak, ha hallgatjátok, akkor azt tartsátok meg, de azzal ne foglalkozzatok, ne számoltassátok őket el, ne gyűlöljétek azért, mert ők nem tartsák be, mert itt igazából ez volt a cirkusz a reggel is, hogy hát a pápa miatt mennyi ember meghal, meg mennyi háború van, mert hazudik össze-vissza, semmi köze nincs Jézus Krisztushoz, jó, nincs köze semmi köze Jézus Krisztushoz, az odáig oké, ezt tudjuk, hogy nem csinált semmilyen csodát, még nem gyógyított meg senkit, azt is tudjuk. De akkor de milyen jogon ítéled el úgy, hogy te a keresztény hagyományokat még mindig betartod, az adót befizeted, az egyházi adót, meg különben a halottaidat nem temetik el, stb. Hát de akkor legyél korrekt, ha ennyire gyűlöld a vallásodat, meg a vallási vezetődet, akkor teljesen adpak, tehát írd le alá a szerződés, hogy te abból kilépsz hivatalosan. És akkor kész. Akkor utána lehet sárdobálózni. De addig, amíg csak az ember ezt tudja mondani úgy, hogy még mindig ő tartozik, mert tartozik. Tehát az ember azt sem meri megcsinálni, tehát utálom a pápát, meg a papukat, meg mindegyik ilyen, meg olyan, meg amolyan. Ezért nem járok templomba, ezért utálom Istent is, meg mindenféle, de ha valamelyik szerettem meghal, akkor elmegyek ugye a halottas misére, elmegyek a temetőbe, befizetem az egyházi adót, őket kérem meg, hogy temessék el a halottamat, stb. Stb. Hát akkor miről beszélünk? Hát akkor nem ennyi hozzá, semmilyen ilyen problémával. Ha nem hiszel a vallásodban, vallási vezetőidnek, akkor nem vagy köteles ezeket ott rendezni. Másképp is el lehet temetni egy szerettünket, vagy na, érted? Tehát a hagyományok az rendben van, minden rendben van, ami éppensége, nem is kéne, hogy rendben legyen, mert hát Jézus pont ezt mondta, hogy ti jobban szeretitek a hagyományaitokat, mint azt, amit a lélek, az atya kér tőletek. Jobban ragaszkodtok ahhoz. Na, tehát fontosabb a hagyományos rituálé, ugye, hogy szombaton nem szabad gyógyítani, mint hogy ugye ez volt az Ószövetségben, tehát fontosabb volt a szombat szentsége, mint az, hogy egy lélek megmeneküljön. Na, úgyhogy az emberek most ezt a gyűlöletet, ami bennük van, ezt most ezzel magyarázzák, mert ez egy ilyen, most minden, egy olyan, ez az áldemokrácia egy olyan hatalmat adott az embereknek, hogy lehet mindenkit utálni, gyűlölni hivatalosan, nem hivatalosan, és főleg a nem jelenlévőket, és így rájuk van
hogy mondjam, hárítva az én életemnek a minden problémája. Tehát a háború azért van, mert a pápa ilyen meg olyan. Hát én köpni nyelni nem tudtam. Tehát. Amúgy ez az egészben a durva, amit mondasz, Tinga, hogy aki utálja a vallási vezetőt, és ugye még beszél is róla, az ember bizonságot tesz a saját ajkaival, saját maga ellen, hogy én egy gyilkost követek, én még mindig részt veszek a gyilkosságban, a saját ajkaikkal tesznek bizonságot maguk ellen. Az ajkaival kimondja, mint Dávid, hogy kimondta, hogy ő bűnös. Igen. Másrészt meg őt követi. Benne van az ő statisztikájával, az ő nevével, az ő pénzével. Támogatja ezt a szervezetet. Igen, ez a nagyon durva. Tehát az ünnepeiket megtartsák annak a vallásnak és annak a pápának, akit gyűlölnek, akit utálnak, akiről már köztudott, hogy az egész elképzelése annak a rendszernek teljesen szembe megy azzal, amit az atya képzelt életnek, és nem csak elképzelt, hanem ugye meg is valósította, tehát egyenesen szembe megy azzal, és meg vannak győződve, hogy csak annyi a probléma, tehát hogy csak annyiban téved a pápa, hogy támogatja a háborút. Mert hát ugye hát erre jók az ilyen összeesküvési elméletek, hogy ugye vagy igaz, vagy nem. De még ha igaz is, tehát bármit is tesz egy vallási vezető, vagy bármilyen vezető, azzal neki kell elszámolni. És azzal, amit én teszek, és amennyire bűnrészes vagyok, azzal nekem kell elszámolnom. És én ameddig befizetek még egy egyházi adót is, hogy valakimet temessük el, akkor azzal a pénzzel, hogyha azt tegyük fel, hogy az a vezető háborúba fekteti, pont fegyverekbe, hát az én pénzem is ott van, azzal én is bűnrészes vagyok. Hát az én pénzemet is beforgatta abba, hiszen az közpénz. Úgyhogy miről beszélünk? Pontosan. Tehát én ugyanúgy támogatom a pénzemmel, a tizedemmel, az adómmal egy temetkezés helyébe, hogy utána azt mondhassa ki a pásztor a halott lelkére, hogy könyörög a halott lelkiért, hogy hát ha megnyugszik a lelke, és az Úristen feltámaszza. Amikor ezt is Krisztus elmondta, hogy hát ezt még itt kéne, ezt a döntést az embernek meghoznia. Na, tehát... Hallottam már egy olyan értelmezést, azt mondta valaki, hogy ő azért fizet egyházadót, különben nem szereti, nincsen benne, nem akar tartozni hozzá, mert azt mondta Jézus, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császári, és legyen aztán majd, aki eltemesse őt. Tehát Jézus szavával magyarázta meg, hogy bár nem akar tartozni a katolikus valláshoz, de kifizeti az egyházadót, azért, hogy legyen, aki őt eltemesse. Mert meg van írva, Jézus azt mondta, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császári. Ilyen játszmája annak az elmének, az emberi elmének, amelyik nem akarja átengedni az irányítást teljes mértékben Krisztusnak. Igen, ezt, tehát én is ezt láthattam meg, ezzel szembesülhettem. Tehát, hogy az emberek mocskolják azt, akinek egyébként, akinek a zsebébe tolják a pénzt, és azzal a pénzzel aztán oda azt csinál, amit akar, ugye, hiszen ő rendelkezik, rá lett bízva. De viszont amiben ő beleforgatja azt a pénzt, hát annak én támogatója voltam, ugyanúgy bűnrészese vagyok, tehát nem mutogathatok rá, hiszen érted, együtt csináltuk. És hát törvény szerint egyébként megállja a helyét, mert hogyha az ember nem akar lemondani hivatalosan sem az ő addigi, hogy mondjam, vallásáról, akkor igazából törvény szerint tartozik, tehát a törvény még rá vonatkozik, úgyhogy kénytelen. Pontosan, így van. Hogyha valaki valóban nem akar adót fizetni, tehát Jézus azt mondta, hogy akkor az úgy helyes, hát amíg valaki még oda tartozik, annak jobb, ha kifizeti, mint hogy lázzad.